Ja. Indulok a misére. Rendben. Michael. Mi? Én? Azt nem. Én abból nem kérek. De nem kell semmit csinálnod. Csak légy ott velem. Üljek be és csodáljam a templomot. Már megbocsáss, de az volt az első, amit megnéztem, amikor idejöttünk. El fogsz késni. Régebben te is jártál. Ó, annak már 1000 éve, és megvilágosodtam. Még ha te sötétnek is hiszel. Ráadásul megígértem Georgie-nak, hogy gyakorolok vele. Kinek? George Newton, tudod, a diák, aki idén diplomázik. Nem elég a heti 6 napi munka, már vasárnap is kell. Drágám, míg te vasárnaponként misére jársz, én itthon kuksolok unalmamban. Miért baj, ha egy kicsit elfoglalom magam? Na, menj szépen is lélekben, ott vagyok melletted. Tessék! Hello, George. Drága. Thriller. Végzetes bűntudat. Jó napot, Mrs. Lane. Igen? A professzor úr? Még nincs itthon. És nem tudja, mikor lesz? Ó, nem. Alig, ha nem bement még a dékánhoz. Sőt, biztos, mert emlékszem, mondta is. Jaj, hát az nagyon nem jó. Ó, én nem segíthetek? A múltkor itt hagytam pár jegyzetet, és most kellenének. Ó, ön akkor George Newton, igaz? Igen. Hát gondolom, ott lesznek az asztalán. Jöjjön be, nézzük meg. Köszönöm szépen. És sokat tanultak tegnap? Egy betűt sem. Oh. Tessék csak, keresgéljen. Köszönöm. A férjem megint úgy belefeledkezett a történeteibe, hogy tanulásra már nem jutott idő, ugye? Erről én sajnos nem tudok. Hát elfelejtette? Jaj, szegénykém. Mit felejtettem el? Hát, hogy tegnap órára kellett volna jönnie. Tegnap? Nálam íratlan szabály, hogy vasárnap messze kerüljem el az egyetemet. Azt mondta, hogy várja magát. Talán másra gondolt, de engem biztos nem várt. Nem, én határozottan emlékszem. Akkor lehet, hogy ő is rálépett a feledékeny professzorok útjára, végül is ez természetes. Igen, ha úgy vesszük, az. Na de ez vajon mi akar itt lenni? Mégis mit keres ott? Jaj, bocsánat, uram, csak pár jegyzetemet kerestem. Szervusz, drágám. Én mondtam, hogy keressem. Az rendben is van, de ne az asztalon. Parancsoljon. Köszönöm. Éppen a kereket találja fel újra, vagy bombát készít? Nem, megmaradok a hétköznapi fejlesztéseknél. Hát köszönöm még egyszer. Kitalálok, maradjon. Viszlát, George. Viszlát. Nem úgy volt, hogy tegnap is idejön? Newton. Azt mondtad, hogy eljön egy kis korrepetálásra. Newton mondtam volna? Jaj, az Wilson volt, bocsáss meg. Főzök egy teát. Rendben. Mondtam már, hogy csütörtök este Petersonikhoz kell mennem? Mondom, Johnékhoz vagyok hivatalos csütörtökön. Jó szívem, még tudom, hogy kik Petersonék. Üzensz nekik valamit? Itt laknak két saroknyira. Jó, de ritkán látjuk őket, te meg főként, így aztán gondoltam, üzennél valamit. Üzenni nekik mit? Tudom is én, hogy például üdvözled Marjorie-t. Hát akkor üdvözöld a nevemben Marjorie-t. Ja, Janil, őszintébben is lehet. Sokszor üdvözlöm Marjorie-t, és remélem hamarosan találkozunk. Megfelel? Igen. Ritkán látjuk őket, te meg főként, így aztán gondoltam, üzennél valamit. Üzenni nekik, de mit? Tudom is én, hogy
Például üdvözled Marjorie-t? Hát akkor üdvözöld a nevemben Marjorie-t. Ja, ennél azért őszintébben is lehet. Sokszor üdvözlöm Marjorie-t, és remélem hamarosan találkozunk. Megfelel? Igen. Sokszor üdvözlöm Marjorie-t, és remélem hamarosan találkozunk. Jaj, ne, Mike, kérlek. Figyelj, ez nem mehet így tovább. Dehogy is nem, Stella, dehogy is nem. Sosem fog elválni tőled. Szeretsz engem, ugye? Persze, hogy szeretlek. Akkor bízz bennem. Bízz bennem, és majd meglátod, jó? Már nem kell sokat várnunk. De ez nekem így olyan rossz. Mondom, hogy hamarosan minden jobb lesz. Hidd el nekem. Annyira szeretlek. Annyira... De most mennem kell. Akkor hazaviszlek. Majd sétálok. Tényleg, menj csak. Mit fogsz csinálni? Lefekszem korán. Legfeljebb olvasok. Akkor nem vár senkit? Nem. Te késő jössz? Hát valószínű, mert egy teljesen új adatbázist szeretnénk előkészíteni, emiatt sem hívtalak el téged. Tudod milyen, Peterson, nem egyszer hallottad már, amikor belelendül, nekem pedig nem igazán hiányzik az, hogy unottan üljött. Na, jobban jársz, ha alszol. Viszlát később. Jó itt.
Elizabeth! Elizabeth! Megint mit felejtettél el? Itt vagyok. Nem tetted el azokat a papírokat? Milyen papírokat? Amik az asztalon voltak. Akkor ott kell lenniük. Nem találom. Én meg nem raktam el őket. Tessék. Ez nem lehet igaz, drágám. És most én keressem meg a dolgaidat. Na nézzük, mi van itt. Jézusom, nem csoda, hogy ebben a rumliban nem talál semmi, drágám. Na hát, én pedig elküldtem Marjorie-t bridge-elni, hogy végre nyugodtan megbeszélhessük ezt. Örömmel, köszönöm. Én úgy vagyok ezzel, Mike, hogy alapvetően a diákok joga ezt eldönteni bizonyos mértékig, de nekünk viszont mindenképpen kellenek az önéletrajzok, hogy tudjuk, kitől mennyit várhatunk el, hogy mennyit bírnak. Sietsz innen valahová? Ja, nem, bocsáss meg, csak várok egy hívást Elizabeth-től. Folyton aggódik miattam, még akkor is, ha csak ide a szomszédba ugrom át. Egyébként én is támogatom az ötletet, meg is beszéltük, de talán a diák tanács engedélyét azért meg kellene szerezni. Az viszont nem egyszerű. Na igen, az élet sosem az, kivéve az olajmágnások, akik beleszülettek a jóba. Ne, maradj csak, biztos Elizabeth. Halló? Ó, szia, igen, szervusz, szívem. Igen, köszönöm jól, és egyre jobban. Most a John megbontott egy isteni 10 éves viszkit. Persze, nem visszük túlzásba. Hogy? Igen, sajnos úgy néz ki, hogy eléggé elhúzódik. Hát, tudod, hogy igen. De most... Ne várd tőlem, hogy itt mondjam. És ígérem, sietek, ahogy tudok, de tényleg van itt bőven mit megbeszélnünk. Úgyhogy ne várd meg, jó? Hogy? Hát
Várj! Téged kér egy szóra. Tartsd! Hello, Elizabeth. Mit tehetek érted? Sokszor üdvözlöm Marjorie-t, és remélem hamarosan találkozunk. Ó, kedves, köszönöm szépen. Majd mondd... Elizabeth? Elizabeth! Ez érdekes. Drágám, ott vagy? Hát, biztosan megszakadt a vonal. Mike, én üvegcsörömpölést hallottam. Igen? Nyilván összetört valamit. De talán jobb lesz, ha megnézem. Jó, nem akarod, hogy veled menjek? Ne, maradj, csak nem kell. Akkor hívjam a rendőröket, ne, vagy... Ne, azt pláne nem. Pár perc is itt vagyok, nyilván csak lejtett valamit. Nincs semmi baj, nyugodj meg. Sokszor üdvözlöm Marjorie-t, és remélem, hamarosan találkozunk. Rendőrség. Vége az első résznek. Második rész. Köszönöm. Az már bizonyos, professzor úr. A betörő odafent nem járt. És ugyebár itt jött be. Ha nem lett volna itt a neje, vagy ha a betörő látta volna, hogy itt van... Nos, nem igazán szokott ilyenkor villanyt kapcsolni. Igen. Mivel pánikszerűen reagált. Nem sok nyomon indulhatunk el, ezt tudnia kell. Ha elvitt volna például egy ékszert, akkor lenne valami nyom, de miután meglátta a nejét, ideje sem volt lopni. Az egyetlen, amit tudunk, az a pontos idő, amikor ugye beszélt önnel és Petersonnal. Úgy fél perccel a halála előtt. Amivel az a baj, hogy a szakértők legfeljebb órára megközelítőleg tudják megállapítani a halál idejét, nem percekre. Pedig az segít. De rajta már nem. Nem, sajnos tényleg nem. Szóval kár, hogy nem vitte semmit. Cukorkát? Nem.
Próbálok leszokni a dohányzással évek óta, de hiába. Amikor valami nem megy, remélem egy kocsigázol majd halálra. Önök hívők, ugye? Hát, inkább a nejem volt, az én mostanság nem annyira. Szóval ő az volt. Mert ez lényeges? Még nem tudom. De majd még kiderül. Fogadja a részvétel. Jó, mára végeztünk. Miss Mason, kérem, maradjon még egy percre. Michael, én annyira sajnálom. Mondtad, hogy valami történni fog, de ez annyira borzalmas, hogy... Látni szeretnélek ma. Gyere át este. Muszáj pont ott? Igen, szerintem az lenne a legjobb. Szóval pont itt történt, ugye? Még ha nem is rajongtam érte, ez annyira... Stella. Te hiszel Istenben, Mike? Tessék, úgy általánosságban, hogy él odafent egy öreg szakállas emberke, így értetted? Akkor a végzetben. Én abban hiszek, hogy magunk alakítjuk a sorsunkat. Na és a feleséged halála, mert ez ellen te sem tehettél. Nem, valóban nem. De azt is egyfajta sorsszerűségnek tartom. Tehát így kellett lennie, hogy megnyíljon az út kettőnk előtt. Igen, bizonyosan. Mikor házasodunk össze? Hát azzal most várjunk, legalább amíg letelik a gyász. De miért? Mert ez így illik, és eléggé gyanús is lenne, ha hirtelen egybe kelnénk. Gyanús? De hogy is, össze-vissza beszélek, de nem szokás még ilyenkor. Tudom, mit tettél, gyilkos. Szerintem a hatást mérhetjük, meghatározhatjuk, még mielőtt a konkrét következmény megtörténik. Ebből adódóan kezelhető, és minden ismeretlen eredete megállapítható. Egyetért, professzor úr? Hogy... Látom, hogy mennyire lefoglalják a gondolatai, úgyhogy ha bármiben segíthetek önnek, igazán... Nem kell, köszönöm, George, nem kell. Majd adják be az írásaikat, és mehetnek. Köszönöm. Bocsánat.
Stella, eljössz velem délután öltönyt nézni? Jó, majd keresd meg. Drágám. Öltönyt nézel vele? Jaj, dehogy is, de most mondta, hogy néz vele öltönyt. Drágám. Jaj, ne csináld velem ezt. Ne haragudj rám. Kicsit feszült vagyok, és majd este később találkozunk, jó? Jó. Oh. Milyen érzés gyilkosnak lenni? Örülök, hogy átjöttél, Mike. Már hívtalak volna, de a körülmények miatt inkább megvártam, míg magad lépsz. Még egyet? Igen. Vagyis nem, mert jobb, ha tiszta marad a fejem. Minek? Nézd, Mike, tudom, hogy az alkohol egy gyilkos szer, de néha segít. Nem, jól vagyok, csak lehet, hogy egy kis időre el kéne tűnnöm. Eltűnni? Úgy értem, hogy kicsit elutazni. Értem. De a költözést ugye nem fontolgatod? Nem tudom, tényleg nem. Most viszont inkább megyek. Ó, már is? Biztos? Igen, John, mert... Pedig szívesen látnánk vacsorát. Sajnos nem lehet. Ahogy gondolod. De ettől függetlenül, ha bármiben segíthetek, vagy beszélgetnél egy jót, gyere bármikor. Rendben, John, és köszönöm szépen. Mi a baj? Csak fel kellett volna adnom ezt a levelet a postán, és teljesen megfeledkeztem róla. Viszlát, John. Tudom, mit tett professzor. Megölte a feleségét. Mit akarsz? Halló? Hogy? Ki? Ja, Stella? Igen. Mi? Hogy ne lennék szomorú. De holnap tudsz jönni, ugye? Nem, hagyd csak, legalább korán lefekszem. Nem, nincs semmi bajom. Igen. Rendben van. Jó, te is szívem. Szia. Jó reggelt. Jó reggelt. Tessék, fáradjon be. Köszönöm. Éppen kávézni készülök, velem tart? Szívesen. Habár a mentolos cukor és kávé némileg üti egymást, de annyi baj legyen. Köszönöm.
És most, hogy kezd visszatérni belém az élet, mit teltek önért, nyomozó? Sajnos nem sokat, úgy vélem. Tudja, nem haladunk a felesége ügyében, így egy másik vonalon indulnánk el. Nem biztos, de talán előre vihet. Tegyük fel, hogy a negyed gyilkosa nem betörő volt. De hát láthatóan betört ide. Ja, hogy az ablak? Nem, az megrendezhető. Nem. Maradjunk abban, hogy nem betörő volt. Akkor ki? Hogy őszinte legyek, uram, ha nem lenne olyan biztos alibije, én önre gyanakodnám. Igazán? De az nem támadható, így rögtön el is felejthetjük. És hová lyukadunk ki? Oda, hogy a neje ismerte a gyilkosát. Igen, sok fiatal diák él ebben a városrészben, a felesége pedig nagyon vonzó volt, nem tudja elképzelni, hogy szeretőt tartott. Hogy? Nézze, már ne is haragudjon, uram, de ezt egyszerűen kizártnak tartom. Ha ismerte volna őt... Istenfélő ember volt. Abszolút. Azért nem lehetetlen, hogy valaki az úr szeretetét testi örömökre cserélje. Azt én is tudom, de mindez Elizabettel kapcsolatban számomra teljes képtelenség. Értem. Tudtam, hogy ezt mondja. Te egy próbát megért. Ugye nem neheztel rám? Nem, dehogy is, hiszen minden lehetőséggel számolnia kell. Köszönöm, hogy megértő. És a kávét is. Nem zavarom tovább. Majd elfelejtettem. Találkoztam kint a postással. Minden jót. Ideje volna megismerkednünk, nem gondolja? Ma egy órakor kövesse az alábbi utasításaimat, hogy megtaláljuk egymást. Az elágazásnál balra. Stella is erre lakik. Elkerültük egymást. Ma reggel. Pont akkor érkeztem hozzád, amikor elhajtottál a kocsiddal. Igen, az lehet. Tudom, hogy mit tettél. Pontosabban csak sejtem. Kiszellőztetted a fejed, mi? Menekültél a városból. Na mindegy, elmondom, miért kerestelek. Mert Marjorie-val arra gondoltunk, áthívnánk este egy könnyű vacsorára. Köszönöm szépen, John, de ma még külön órát adok. Nem jó mindig a munkába temetkezni. Tudom, de már lefixáltuk, és legalább addig sem gyötrődöm a gondolataimmal. Jó, hát végül is megértem. De akár később is átjöhetsz, ha úgy alakul. Nem nagyon hiszem, de kösz. Csak nem tanítasz egész éjjel, és különben is mit fogsz enni? Majd csinálok egy-két szendvicset, úgysem vagyok éhes. A szendvics nem étel, legalább... Kérlek, ne idegesíts! Én... Ne haragudj, John, egy kicsit rossz paszban vagyok. Bocsáss meg.
Ugyan. Nézd, Mike, régi barátok vagyunk, ha bármit tehetek. Vagy mondom, ha beszélni akarsz, tényleg szólj. Megígérem. Hát lassan jönnek a diákok. Értem, megyek. Ja, apropó, ezt a kapunál adták le neked. Voltál. Vártunk délután. Ma volt a felolvasás, tudod? Jaj, szegénykém, mi van veled? Mi a baj? És a görögök is tisztában voltak azzal, hogy a technikai tudásuk jóval fejlettebb, mint más civilizációké. Persze itt az általuk ismert, az ókorban ismert társadalmakat értem, mert ugyebár... voltak akkoriban más társadalmak is, ha nem is bizonyítottan, de feltételezhetően. Gondoljunk csak a mostanában oly divatos teóriára, hogy Isten minden megnyilvánulása egy az akkoriaknál sokkal fejlettebb civilizációnak tudható be, akik egy idegen bolygóról, sőt, tovább megyek, egy ismeretlen galaxisból érkeztek ide. Valamikor az idők kezdetén. Ahogy látom, már így is túlórázunk, úgyhogy köszönöm. Igen, George? Ezek a múltkori témáról szóló jegyzeteim, és várnám az észrevételt. Igen? Már egyszer voltak önnél. Igen, akkor átolvasom. Jó, fejezzék be. Kérem, hagyják itt a teszteket, és addig levegőzzenek egyet. George! Vége a második résznek. Harmadik rész. Nem is tudom, hogy köszönjem. Ugyan már, ön az egyik legjobb diákom, örülök, ha segíthetek. Nem iszik valamit? De, köszönöm. Ha már ilyen későn ide rángattam. Ugyan, nem számít. Csak picit félek attól, mit vált ki majd a diáktársaiból, ha megtudják, hogy magával külön foglalkozom. De nem tudják meg. Igen. Ahogy a többi titkunkat sem, igaz? Szódát? Kérnék. Szóval nem mondtál senkinek? Nem, dehogy. Még Stellának sem? Még Stellának sem. Ő egy... igen, bájos lány, Stella. És rendkívül csinos. Látom, észrevette ön is. Igen. Hát, egészségére. Önnek is. Akkor mivel kezdjük? A külön órát. Indítsunk a dinamikával, abban is vannak rendhagyó elméletek. Igen, azt elhiszem, de ne siessük, előbb ezt ígyük meg.
És még egyet. Köszönöm, de nekem ez is... Kell az, hogy ellazuljon az elménk, mielőtt mélyen belássuk magunkat gondolataink tekervényes útvesztőibe. Maga tudja. Csak szólok, hogy én nem bírom az alkoholt. Ettől itt nem lesz baja. Ez nemes nedű. Egészségére. Csirió. Professzor úr, megenged nekem egy személyes kérdést? Akármit, az utolsó kívánság. Hogyan? Csak bátran. Stelláról van szó. Az a lényeg, hogy én is kedvelem őt, de ha ön is hasonlóan érez iránta, azonnal félreállok, ezt megígérhetem. Ez igazán nagy lelkű, George, de nem kell félreállnia, mert már félre söpörtem. A szőnyeg alá került, mint egy kis kosztcsomó takarítás után. Hogyan? Engem nem tud megtörni, George, bár elismerem az első leveleivel megijesztett, de tudja, én az a visszaütős fajta vagyok, ha a sorsom egyengetéséről van szó. Professzor úr, mi van velem? Megmondjam, George. Éppen haldoklik. De... Azt hiszem, a dupláját kapta a halálosodat. Viszlát, George. Ezt el sem hiszem. George a legjobb tanítványom volt. Soha nem fejtette ki önnek az aggodalmait? Nem. Nem, de minden diák aggodalmaskodó. Bizgulnak a vizsgák, a diploma, a leendő munkahelyük miatt. George, hihetetlen, hogy öngyilkos lett. Ráadásul nem is akárhogy. Mert ugye a legtöbben ezt otthon teszik egyedül. Különösen, ha gyógyszert vesznek be. Szépen lefekszenek, úgy várják a halált, ha már meghívták. Nem jellemző, hogy valaki ilyenkor egy biciklivel nekiindul a világnak. Hát nyilván igen zavart volt. És nem lehet itt kapcsolat? Kapcsolat? A két haláleset között. Milyen módon? Felvetettük már egyszer, ugye, hogy a felesége összeszűrte valakivel a levet. George-sal. Én erre gondolnék. Hát, ismerte őt, de annyira nem. Legalábbis ön szerint? Igen, én így gondolom. Azért helyezzük előtérbe. Mert hát ezt leszámítva, George Newtonnak semmi oka nem volt megölnie magát. Vagy tán megölték. Ha ő ölte volna meg a nejét valamiért, akkor összeállna. Aztán van itt még egy tényező, talán véletlen, de az ön felesége is pontosan ilyen gyógyszert iratott fel magának, úgy másfél hónapja. Ön igen alapos. Olyan vagyok akár a kutya a csonttal, professzor. Addig rágcsálom, míg végül csak eljutok a belső velős részhez. Igen. Köszönöm a segítségét, uram. Fejezzék be. Mielőtt elmennének, szeretnék néhány szót mondani George kapcsán. Nos, nyilván mindenkit mélyen megrázott az eset. Csupán annyit fűznék hozzá,
hogy időnként bizony komoly stresszben élünk. Különösen az olyan fiatalok, mint maguk, akik az egzisztenciáért küzdenek. Szóval annyit jegyezzenek meg, hogy a megosztott gond könnyített gond. És ha George megkeresett volna, vagy... A lényeg az, hogy számíthatnak rám, bátran keresenek meg bármilyen ügyben. Csak ennyi. Nem felejtetted el? Tudom, mit tettél, megölted George Newtont. Édes Istenem! Michael, egy gyors ital! Nagyon csöndes vagy ma, mi bánt? Persze az a diák. George, hogy is hívják? Szörnyű hiba. Hiba? Igen, szerintem, ha egy fiatalt, pláne egy tehetséges ifjút elragad a halál, az bizony hiba. Nehéz kiigazodni a mindenhatón. Nem ő végzett vele, hanem egy halom gyógyszer. Igen, mindig elfelejtem, hogy te megrögzött ateista vagy. De gondolsz, amit akarsz, én azt mondom, Isten keze is benne van. Csak Isten keze? Ne haragudj, nem értem. Mit gondolsz Elizabeth gyilkosáról? Mit gondolok? Hát borzalmas, ne viccelj, mit gondolhatnék? Azért valamiféle véleményed csak van. Most e pillanatban az, hogy kezdesz emiatt becsavarodni. Miért nem veszel ki pár napot? Ne, ezt nyilván elképzelted valahogy. Adj hangot a gyanúdnak. Kérlek, Michael, mondd, csak nyugodtan, ne hidd, hogy nem tudom elfogadni más véleményét is. De nincs véleményem. Örülök, ha nem gondolok rá. És neked is ezt kellene tenned. Egyébként pedig, ha lenne, ismersz annyira, hogy kérdés nélkül is elmondanám neked, nem igaz? Igen. Annyira röstellem, de sohasem köntörfalasztál. Bocsáss meg, teljesen megőrültem. Hagyjuk, ez teljesen érthető. Jobb, ha most megyek. És mondom még egyszer, Mike, ha egy jó gyónásra vágysz... Gyónásra? Nincs szükségem gyónásra. Ki? Ki az? Ki vagy? Feltűnt, hogy ma először jöttem be a bejárati ajtón. Jaj, édes, olyan fáradtnak tűnsz. És egyre többet iszol. Most meg is érdemled, de csak ha én is kapok. Kösz. Csirió. Miért nem mondtad a rendőröknek, hogy George-t járt? Aznap, amikor meghalt, hozzád készült. Onnan tudom, hogy nekem is mondta. De végül is nem jött, én nem láttam. És mivel nem ért ide, minek mondtam volna? Na de azt sem mondtad el, hogy egyáltalán vártad. Honnan tudod? Kihallgatta. Valami rásnyomozó. Rás kérdezett ki? Nem csak engem, mindenkit. Érdekelte, hát George lelki állapota. Aha, és te elmondtad, hogy George hozzám készült. Nem. Hogy? Hát, mert gondoltam, ha te nem szóltál nekik, akkor én minek szóljak. Igen. Hát, egyszerű az oka, tudod itt... Mert mostanában mindenki jön, megy, és kérdezősködik. Most szegényként. Mike,
Miért? Aj, kérlek, ne foggass már te is. Hány óra van? Jézusom, bezár a kollégium. De bizony. Már csak néhány hét és vége a bujkálásnak. Köszönöm. Jó ét. Jó ét. Stella! Milyen érzés másodszor ölni? Stella! Bocsánat a késésért. Stella. Legalább mondd el, hová megyünk. Ha már ilyen késő van. Bízz bennem. Ide? Mm.
Értet tettem. Miattad öltem meg. De kit? Ne tégy úgy, mint aki nem tudja. Elizabethet. És azért, hogy együtt lehessünk. De te elárultál. Te és George, mindketten együtt voltatok, ugye? Mike! Hogy nem vettem ezt észre? Együtt bizony. Tudom, mit tett. John, megengeded, hogy... Servus, Mike! Persze, szolgáld ki magad. A te diákjaid körül is szaglászik. Ki? Az a rendőr, Rush. Nem, én nem is láttam. Értem. Talán szaglásznia kellene, valami baj van. Nem tudok róla. Egyébként nyilván a szegény Newton fiú ügye miatt vizsgálódik. Vagy Elizabeth halála miatt? Nem, szerintem más lehet az oka. És pedig? Hát nem tudom, fontos-e, de az egyik diákom ma nem jött be. Stella Mason. Ja igen, ismerem. Nagyon csinos lány. Véletlenül ő nem hozta szóba a nevét? Mike, most mondom, én eddig észre se vettem a fickót. Ja igen. Jó. Mike? Mike! Tudom, hogy mit tett. Maga. Maga volt. Igen, én tettem ide, ez tény. Viszont nem én írtam, ha erre kíváncsi. Hiszen jó magam is sorjában kaptam a leveleket, miután a felesége meghalt. Ugyanilyeneket névtelenül. Ahogy ön is. Igen, de...
akkor ki írta őket? Maga, kedves professzor. Nem tudom, hogy egy pszichológus mivel magyarázná. Bűntudat, őrület? Talán vallani akart. Bűnhődésre vágyott. Feloldozásra. Várom ön, professzor. Biztos jó ötlet ez? Egyedül hagyni. Hová mehetne innen? Nem emiatt, uram. De megölheti magát. Nem hiszem. Most már nem. A szinkront a Synchron Systems készítette.